Sziasztok, üdvözlök titeket a Minden, ami Bushcraft YouTube csatornáján. Ma egy rendhagyó kézbemutató lesz. Egy tartós tesztet csinálunk most már Gabival egy jó ideje. A Móka Mikinek a borszériáját szeretném nektek bemutatni. A borszéria születése egy érdekes történet volt, amikor a Mikit én megkértem, hogy szabjon az én kezemre, méreteimre egy kést, akkor mondta, hogy pont új késformákat rajzolt, és akkor én abból kiválasztottam azt a késformát, ami végül is az én késem lett. Ez teljes mértékben az én kezemre szabta a markolatot. Én választottam az anyagot, ez egy 3,2 mm vastagságú rigor, lapos konvex szélezéssel, 93 mm-es markolattal, és később ebből a modellből lett a bor széria, ami a Gabinál is van. Ezt a kést én most már hát közel egy éve használom. Bátran mondhatom, hogy ez a kedvenc késem, kis elfogultsággal, hiszen nyilván ez a kés készült az én kezemre, és ehhez nyúlok a legszívesebben. Ott pedig a széria bor látható a Gabinál. A széria modellnek egy picivel másabbak a méretei, mint a Gabi késé. Tehát ugye a széria modellnél 10 cm lett a pengehossz, 12 a markolat, és 4 mm-es a penge anyag. Hát ez a penge anyag, ez N690-ből van, ez a Böhler cég által gyártott rozsdamentes anyag. Szerintem egy nagyon kellemes kis acél. Nem porkohászati csúcsacél, de viszont baromi jól meg lehet élezni, teljesen használható. Ez is lapos konvex élezéssel készült. Végig a penge háton kaparója. Nagyon szép marokkói tujagyökér, de majd fogjátok látni, ez csak így a kezemben annyira látszik. A markolata szokásos standard lógatott erszénytok. Én is használtam ezt a kést elég sokszor, és azt vettem észre, hogy ez a lapos konvex szélezés, ez nagyon jó az ilyen erdei felhasználáshoz. Aránylag strapabíró, mindent meg lehet csinálni vele, amit szeretnétek. És ezt a kést, ezt Miki, ezt szerintem amiből kéritek, akkor abból készítenektek. Lehet akár Rigor, Schleipner, Elmax, N690, de ha rozsdamentesből én N690-et választanék, ha nekem kellene választani, a terepi körülmények között sokkal jobban és sokkal hamarabb meg lehet élezni, mint egy Elmax pengét. Szeretnénk ezt a két kést egy kicsit összehasonlítani, nagyjából ugyanazt a munkát fogjuk elvégezni mind a két késsel, és akkor összevetjük, hogy a Rigor és az N690 között ilyen szinten mi a különbség. Nyilván nem lesz egy objektív teszt, hiszen mind a ketten más kézzel használjuk a késeket, és ugye nem egyforma két penge vastagság ezáltal az észszöge sem, hiszen a Gabi az 4 mm-es, az N690 3,2 mm-es, de végig is egy ilyen kis kuriózumot szeretnénk nektek elhozni most. Jó, akkor azt szeretném kipróbálni, hogy nagyjából mind a két késsel ugyanazt fogjuk csinálni, elmegyünk egészen addig mind a két késsel, hogy már ne legyen borotva éles, és meglátjuk, hogy mi a kettő között a különbség. Nyilván a Rigornak hamarabb ki fog menni az éle, hiszen egy sokkal finomabb lapos konvex van rajta.
egy fontos dolog, amit szeretnék nektek elmondani, hogy a kedvencem, mikor nekiálltok így, hát ezt el kéne felejteni. Tehát ilyet ember késsel nem csinál. Tehát nem túlélünk, hanem túrázunk, bushcraftolunk, erdőt járunk, mindenre van megfelelő szerszámunk. Így nem használunk kést. Ez a lapos konvex szél, vagy a skandél, de bár akármelyik él, az ilyen irányú terheléseknél óhatatlan, hogyha ilyen finom él van rajta, hogy kihajolhat. Nem feltétlenül hajlik ki, de kihajolhat. Nem használunk így kést. Erre van a balta, nem túlélünk, erdőt járunk. Tehát ezt felejtsük el, jó gyerekek? Ez ilyen, ez bohóckodás, ez butaság. Na most beszéltünk erről a lapos konvex szélről. Tehát a lapos konvex szélnek az lenne a lényege, hogy nagyon finom munkára alkalmas. Tehát ezt legjobban demonstrálni egy tollaságon tudom nektek megmutatni, ami... ami gyönyörű szépen. Nem baj, ha levágjátok, össze lehet rakni a kupacot alatta. Gyönyörű szép munkára alkalmas. Egy átlag túrázás, erdőjárás során ezek a feladatok, amiket elvégeztünk ezzel a késsel, ez bőven túlmennek a késnek a használhatóságán, vagy hát amire ki lett találva igazság szerint egy túrakés. Tehát most csinálom az enyémmel is egy picit. Láthatjátok, hogy gyönyörű szép. Akár gyorsabban is. Gyönyörű szép tolságokat lehet vele csinálni, amit hogyha Isten is úgy akarja, akkor be tudok dörrenteni egy szikravetővel. A késeknek az éltartóságát úgy szoktam legalábbis én ellenőrizni, mivel én dohányzom, nem tudom mennyire fogjátok látni, egy cigarettás doboznak a külső fóliája van a kezemben. Ha ebbe a fóliába belekap a késnek az éle, az már elég jó. Tehát a rigor. Gyerekek, ez tökéletesen borotvá. És most nézzük meg az L690-et. Érzésem szerint az L690 sokkal jobban vágja ezt a baromi vékony fóliát. Erdőjárás bushcraft során ezek az élek, amik ezen a késeken rajta vannak, ezek egy 2-3 napot simán kibírnak, hogyha a kést késként használjátok. Megmerem kockáztatni, hogy 3-4 túrát, bushcraftot simán kibírnak úgy, hogy nem kell hozzájuk nyúlni. Hogyha nem kerül extra sérülés az élbe. A rigor baromi könnyen élezhető. Ezt szeretném nektek most megmutatni. Ugye van az élezés és van a fenés. Az élezés során az acélból leválasztunk anyagot, a fenés során pedig az élen pici kihajlásokat visszaállítjuk, amivel újra egy elég használható élet hozunk létre. Na most én a késeket én általában bőrös fenőn tartom karban. Egy pár mozdulattal megmutatnám nektek, hogy meddig tart egy ilyen késnek az élét rendbe rakni, úgy, hogy öpecű borotválni fog utána. És ugye majd megnézzük megint a fóliát, hogy mennyire is fogja vágni. A rigor egy kicsit akadozott rajta, de még simán vitte.
Tehát ergo ennek ennyi lenne a metódusa. Tehát most abban nem fogok belemenni, hogy hogy kell tartani a kést, meg hogy kell tartani a bőrt, mert mindenkinek más a, máshogy áll rá a keze. Lehet érezni, amikor ezt a dolgot így csináljátok, hogy nincs már ellenállás a bőrön a acéllal szemben. Tehát simán siklik rajta. Lehet érezni, hogyha vannak benne pici hibák, azok úgy megakadnak. És akkor, amikor már úgy érzitek, hogy ez jó, nem kell vele most sokat tökölni, pikpak megvan, akkor ki is próbálhatjátok. Úgy próbáljátok meg azonos húzás számot oldalanként. Hát én úgy szoktam, hogy egyszer végigfenem az elejétől a végéig, és akkor utána a másik oldalon is. És egy gyönyörű szép polírozott dolgot kapunk, ami reményeim szerint egy baromi éles dolog lesz. Egy nagyon jó kis élet sikerült rá raknom. És akkor itt lesz az N690, amihez még nem nyúltam hozzá. Hát érezhetően élesebb a rigor, ugye? Mivel az meg lett pasztás bőrön húzva, de én úgy érzem, hogy ha ez valahogy látszani fog a videóba, nem csináltunk még ilyet, nem tudom, hogy mennyire fog látszani, de azért ez se kaka. Nos, hát akkor láttátok, hogy miket csináltunk a késekkel, ez gyakorlatilag kimeríti a késhasználat fogalmát, amit most mi elkövettünk vele. Nagyon könnyű lesz ezek után eldönteni a bizonytalanoknak, hogy ki mit szeretne választani. Én ugye szénacélpárti maradok mindig. Én nagyon szeretem, hogyha egy kés szívós, rugalmas és könnyen újra fenhető, tábori körülmények között is nagyon hamar, és könnyen karbantartatóira van, és ugye a rigor és általában szénacélokra is ez a pokoli finom borotvajjal húzható, én ezeket kedvelem, de aki rozsdamenteset szeretne, az ugye akár az N690 vagy bármelyik másik anyagot is jó szívvel tudom ajánlani. Gabi, mit gondolsz? Én azt gondolom, hogy tábori körülmények között nagyon jó választás a szénacél és az enyhén ötvözött acél, mint például a rigor vagy a Schleipner. De viszont ezek odafigyelést igényelnek, mindenféleképpen. Tehát, hogyha használjátok, akkor töröljétek el minden egyes használat után, mert ugye a rigor az ugye nem rozsdamentes kategóriába tartozik, a Schleipner a 8 feletti kromtartalommal, ez a szemirozsdamentes, a félrozsdamentes kategóriába tartozik, nem fognak rozsdásodni. A rigor foltosodhat, de nem rozsdásodik. Tehát ergo, hogyha olyan növényi nedv, vagy a kezeteknek, valakinek savasabb az izzadsága, az elszínezheti a pengét. De ez nem befolyásolja a használhatóságát. Hogyha eltörlitek, semmi gond nem lesz vele, ugye a rozsdamentes acélokkal pedig kevesebb törődést igényel. Tehát a végső konklúzió, nagyon jó mind a két kés. Nagyon szeretjük. Ami még nagyon fontos, hogy én azért szeretek hazai készítőtől kést választani, mert akkor van lehetőségem arra, hogy személyre szabjam, ez a markolat, ez az én kezemre készült, tehát nekem nagyon kényelmes, mindenki a saját magára tudja méretezni a kését, és bármelyik készítő ezt nagyon jó szívvel meg fogja neki tenni. Tehát, hogyha eljutottok valamikor ilyen találkozókra, összejövetelekre, a széria késeket is érdemes megnézni, megpróbálni, kipróbálni, mert lehet, hogy nem kell annyira customizálni, kezedre igazítani, hanem lehet, hogy el van találva a méret, amit használnál. Tehát érdemes utána járni, utána kérdezni, találkozókra eljárni, és ott meglátjátok, hogy mi az igazán, ami a kezetekben való. De a használat dönti el mindig. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok! Sziasztok!